Még augusztusban intézett törvényességi felhívást a Tolna megyei kormányhivatal a szexárdi önkormányzat felé, mert Bomba Gábor az éjjel szexárd frakció vezetője és Csötönyi László az éjjel szexárd tagja megválasztásuk után 30 napon belül nem kérték felvételüket a köztartozásmentes adózói adatbázisba, ezáltal jogsértést követhettek el. Ács Rezső polgármester adatkéréssel fordult ezügyben a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz, mely meg is küldte az érintett képviselőkre vonatkozó adatokat, amikből egyértelműen látszik, hogy az Éjjenszegszár tagjai valóban nem teljesítették törvényi kötelezettségüket. Szeretnénk azt látni, hogy ebben az időszakban mi történt. Az egyiknél ez több mint 10 hónap, a másiknál pedig 5-6 hónap. Hogy ezatt az idő alatt miért nem voltak ennek a bázisnak a tagjai, és képviselőként gyakorolták-e a jogaikat, gyakorolhatták e a szavazatigukat, felvehették-e a képviselői tiszteletiakat. Az ügy nyilvánosságra kerülésekor augusztus 28-án Bomba Gábor egy Facebook-posztban próbálta cáfolni, hogy ő és Csötönyi László nem teljesítették megválasztásuk után a képviselői feladatkörrel járó törvényi kötelezettségüket. Bomba Gábor akkor a poszt alján azt írta, idézem, Nincs egy képviselőnek sem köztartozása, ezt mindenki határidőre, még az eskütétel előtt igazolta, így a közgyűlés mindvégig törvényesen működött. A NAV mostani levele szerint viszont ez nem igaz. Csötönyi László ugyanis csak január 6-án kérte, hogy felvegyék a köztartozásmentes adózók közé, az esküjét pedig sokkal korábban, 2019. novemberében tette le. Ráadásul először a NAV elutasította Csötönyi László kérelmét, mert köztartozása volt. A NAV azt is cáfolja, hogy Bomba Gábor tavaly november óta folyamatosan eleget tett a törvényi kötelezettségnek. Az adóhatóság ugyanis most azt írta, hogy őt idén márciusban adótartozás felhalmozása miatt törölték, és csak szeptember 10-től került vissza a jó adózók sorába. Tudni kell, hogy ezen időszak alatt több százer forint képviselői tiszteletdíjat vettek fel, vagy milliós képviselői tiszteletdíjat vettek fel. Én azt gondolom, hogy egy képviselőnek minimum a törvényeket, és minimum a saját magára szabott törvényeket, hiszen ilyen esetekben a kivizsgálásra az a bizottság jogosult egyébként a létatlanság kivizsgálására, amely bizottságnak a vezető éppen Csötönyi László. Ács Rezső szerint az is megkérdőjelezhető, hogy a közgyűlés által meghozott határozatok jogszerűek-e. A város polgármestere a Tolna megyei kormányhivatalhoz fordul állásfoglalásért.